Több ezeren tüntettek tegnap Kairóban a katonai vezetés ellen. A megmozdulás résztvevői szerint az egyiptomi hadsereg vezetése a felelős a szerda esti futballmeccsen történt vérfürdőért. Port Said városában a hazai csapat drukkerei a pályára áramlottak, és késekkel nekirontottak a kairói vendégcsapat játékosaira és drukkereire. Mára 78-ra emelkedett a halottak száma, a sebesültek száma pedig 1000-re tehető. Több mint 300 személy továbbra is kórházban ápolnak. Csütörtök este több helyen is tüntettek az incidens miatt. Kairóban a belügyminisztérium elé vonuló, a katonai vezetés távozását követelő tüntetők ellen az esti órákban már könnygázt is bevetett a rendőrség. Az összecsapásban többen megsérültek. De tüntettek a vérfürdő helyszínén, Port Saidben is. Azt állítva, hogy a városuk ártatlan és a volt rezsim által felbérelt személyek állhatnak a történtek mögött. Manuel José, az Al Ahly portugál trénere, az egyik lisszaboni televíziónak azt mondta, kizárólag a rendőrség a felelős. Sok rendfenntartó volt a stadionban, de váratlanul felszívódtak, állította. A helyszíni tudósítók arról számoltak be, hogy a főkaput egyszer csak kinyitották, ekkor áramlottak be a botokkal és késekkel felfegyverkezett emberek, ám rövidesen vissza is csukták, itt senki sem menekülhetett el. Egyesek szerint a biztonságiak magatartása azt mutatja, a vérfürdőt előre kitervelték.